Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban teveled. Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban teveled. Üdvözlőd, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban teveled. Áldott vagy te az asszonyok között. Imádkozzál, érettünk is a kérdés, és halálunk óráján. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Különösen azokat, akik leginkább rászorulnak, irgalmat. Igen, beszélj meg. Segmenet hozzá. Számomra személyesen a 12. alkalom, de a változás után minden évben jöttek Székelyudvarhelyről zarándokok, amióta viszont mi papok felkaroltuk, azóta több száz ember jön. 30-40 emberrel kezdték, 90-ben, és olyan év is volt, hogy 500-an voltunk. 380-an vagyunk jelenleg, de holnap a hármas keresztül még sokan jönnek velünk, akik ma dolgoznak vagy iskolában vannak. A zarándoklat egy lelki megnyugvás, bűnbánattartás, felajánljuk lelkünk üdvére, bűneink bocsánatára, és népünkért és egyházunkért az zarándoklatot. Én azt gondolom, hogy az embernek a sok rohanó világban néha időt kell szakítani arra, hogy áldozatot adjon a mindennapi, hétköznapi munkákért, és hát ez egy kellő alkalom, hogy megtehessük ezt egy pünköst alkalmával. Elsősorban ennek lelki, illetve történeti vonatkozása van. Lelki vonatkozásában azért fontos, mert egyrészt első alkalommal vagyok itt. Történeti vonatkozása pedig ugye hát a csíksomlyói szűzanyának tett fogadalom miatt.